Miért nem tudtad megállni? Nem tudom, miről beszél. Remélem a közönség érzékelni és értékelni fogja ezt, mert ez egy fantasztikusan jó dráma. Beleöregedtem az apa szerep, nagyapa szerepekbe. Szívesen is csinálom. O'Neillt, Tennessee-t, Szászta világot még szeretem is. Ő egy színésznő, én is színésznő vagyok, és dolgozunk, és az anyaga fontos. Ha itt vagyunk a színpadon, akkor és dolgozunk, eszembe nem jut, hogy ő az anyukám. Nagyon, én nagyon-nagyon megszerettem őket. De tényleg, de mindenkit, aki segít, az a fiúkat is, hát a lányomról most nem beszélek, az Imrét is, és hát mondom, a két fiú az nekem egészen furi, de olyan, mintha dolgoztunk volna már. És hál' Istennek, hogy én legalábbis nem érzem, hogy én lennék a korelnök, meg rangelnök is ők, meg ezt figyelve vannak mellette, hanem a segítségüket kérem minden pillanatban. Nem tudom, hogy miről beszélsz. Akkor nézzél a tükörben! Sokat szoktam gondolkodni, hogy azok az emberek, akik azzal palástolják a kegyetlenségüket, hogy ez őszinteség, az tulajdonképpen mennyire jó és mennyire nem. Nyilván ebben rengeteg tüske és rengeteg fájdalom van. A drámáknak, a tragédiáknak az átélése az ugyanolyan katarzist tud okozni egy nézőnek véleményem szerint, és ez pedig ugye egy teljesen hétköznapinak tűnő család mikrovilágáról szól. A darab tulajdonképpen jutalomjátéka egy fantasztikus színésznőnek, akit Bánság Ildikónak hívnak.